soha nem tudtam járni, sérültem, nem biztos, hogy így születtem, de mindenképpen valami történt kicsi koromban, és egy súlyosan sérült állapot, tehát csak a jobb kezemet tudom használni valamennyire, tehát egy nagyon kis mértékben. Aztán jön az összes többi, úgyhogy lehetett így beilleszkedni a világba. Egyáltalán, hogy értem el azt a szintet, hogy értékelem önmagamat, mint embert, és ezzel együtt elfogadtassam a környezetemmel is, hogy hát ilyen én is vagyok, az, amire vagyok. És akkor innen jön a következő történet, hogy igen, hogy Isten csodája által tényleg van két gyereke. És ez egy olyan, hát anyának lenni, azt hiszem, hogy a világ legcsodálatosabb dolga. Tehát életet adni, továbbadni az életet, kihordani, érezni azt, hogy valaki van ott a pocakban, az egy csodálatos dolog. És hogy én ezt, aki gyerekkoromban azt tanultam, hogy jó, hát te ott vagy, de veled csak a baj van, kezelés, probléma, problémára. Jó, szeretünk mi téged, de hát ez, na, mégis csak egy fölösleges plusz, egy teher. És akkor jó, szentől egy ajándék, hogy ez a fölösleg, ez a plusz életet ad. És nem is egy embernek, hanem két embernek. Ez valami elmagyarázhatatlan. Van egy megmagyarázhatatlan segítség, ami erőt ad. Kitisztítja az értelmet, és szabaddá teszi a lelket a test karitkája ellenére. És ez az a természet fölötti erő. Nevezzük Istennek. Ezt azért mondom így, mert nem mindenki előtt tiszta az Istenség kép, mi volt a... Tehát nevezzük bárminek, van fölöttünk egy erő, ami kíséri az életünket, amivel szemben mi tehetetlenek vagyunk. De amik jó, nem? Erről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy maga az a szeretet érzés. Mindig az jut eszembe, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, nem Ádámot, az ő lelkét lehelte belé, és ettől életet kelt. Na most ahhoz, hogy életet keljünk, ez a lélek bennünk kell legyen. És mi az az érzelem, ami mindenkiben megvan, kivétel nélkül, ha tagadja, ha nem, az a szeretet utáni vágy. És ez az az erő, ami gyakorlatilag maga Isten, ami nélkül nem tudunk élni. Még akkor is, ha tagadjuk. Vagy mélyen elnyomjuk magunkba, mert hát ugye mi a nagy bölcsek, anélkül nem lehet. Hogy így is boldogok lehetünk. Persze van, amikor nem éppen úgy sikerül, ahogy szeretnénk, de el lehet azért gondolkozni, hogy így is meg tudjuk élni, így is. És ott a remény, ott az a remény, amit én úgy érzem, hogy valahogy így fogalmaztam meg, hogy Isten adott egy olyan reménységet, amiről nem akarok lemondani. És emberek nem tudják elvenni, én pedig hiszem azt, hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy végig kitart, az életemen keresztül lesz. Soha nem lázadsz? De van, amikor igen. Miután lebénultam, velem is ugyanúgy megtörtént az, hogy kerestem a helyet. Egyszerűen az életemnek az értelmét kerestem, hogy érdemes tovább csinálni, és
bizony elég sok időnek, szinte 5 évnek kellett eltenni ahhoz, hogy a kapun kívül kimerészkedjek. Attól való félelmemből, hogy mit szólnak az emberek. Leginkább attól féltem, hogy sajnálkozással fogok találkozni. És azt hiszem, hogy most elmondhatom, hogy természetesen úgy, ahogy minden ember, én is szeretnék újra futni, újra örülni még minden lépésnek. De ha komolyan valaki azt mondaná, hogy most ebben a pillanatban megkapom azt a csodát, hogy fölálltok lábra, de elveszítem azt, amit lelkileg kegyelemből kaptam, nem mondanék le. Tehát azzal együtt természetesen én is örülnék egy csodának újra járni, de csak azzal együtt. Ez fontos lenne számomra mindenképpen. Ugye már repülsz? Jó. Jó, ez elég érdekes és ijesztő, de nehéz. Megbírom, megtartom. Juhú! Ez nem szakad állottam? De el tudod-e képzelni, hogy mit tudom én, hogyha van egy mese, és hogy a legkisebb királyfi mondjuk tovaszékben van, hogy ő úgy meg tudja javudítani a királykisasszonyt? Talán. A reggel Lacika elmondott nekem egy mesét, és szeretném helyette elmesélni. Volt egyszer, hol nem volt, egy királykisasszony, egy kis királyfiú, akik mind a ketten toló szekérbe éltek. És a király kihirdette, hogy szeretné feleségül adni a lányát. Tehát 3 próbát kellett megtegyenek ahhoz, hogy a királykisasszonyt feleségül adja ahhoz, aki átmegy ezeken a próbákon. Az egyik egy szép erdőbe történt, ahol a tolókocsival kellett kimenni, meg bejönni, és ezen is átment 3-an, és az egyik, tehát hogy mondjam, hogy az egyik a kis királyfi volt. A kis királyfi volt, átment, a másik próba pedig egy tolókocsis akadályverseny volt, ahol szinte-szinte bebukott a kis királyfi, de olyan nagy erővel próbálta, hogy ezt is végigcsinálta. A harmadik olyan a labdadobás volt, amit a királyfi nagy bátorsággal tett meg, és sikerült is neki. És ezzel az örömmel feleségül kérte a király kisasszonyt. És a két kis király, a király meg a király kisasszony boldogak voltak, mert mind a ketten egyforma sorsban voltak, és egymáson tudtak segíteni. Majd egyszer csak lesz az én fiamnak is egy király kisasszony, aki fog majd segíteni. Úgyhogy ez a mese még talán ránk is nagyon tartozik. Úgyis mindig kérem, tehát nekem a legnagyobb vágyam és kérésem a Jóisten felé, hogy adjon neki majd, aki segítsen. Legyen neki is egy király kisasszonya. Figyelem, kinek van olyan beteg gyereke, vele elbeszélgetni, és azért jók ezek a találkozók, mert amikor megosztják a gondozók is egymással, a álmatlan éjszakáikról beszélnek, vagy nehézségeik, amik fellépnek a gyerekkel kapcsolatban, vagy amikor úgy tényleg padlóra kerülnek. Jó, ha megosztják, mert a megosztott teher, az fél teher. Az örömeiket is, az meg kettős öröm. És nekem ez olyan sokat jelent, hogy ez is egy isteni ajándék, hogy létrejöhetett ez a találkozó, és gondolom, hogy lesz folytatása. Köszönöm, Uram, hogy nem volt egy ember se jelenlevők közül, aki által ne adtál volna ajándékot, sőt, te, mint legnagyobb ajándék, amikor téged ismerünk fel valakiben, akkor ez olyan csodálatos,
Azt szeretném, Uram, hogy én bennem is téged ismerjenek fel az emberek. Kérlek, áld meg ezt a konferenciát továbbra is, és attól, hogy felejthetetlen legyen, segíts mindannyiunkat, tarts meg kegyelmedben végigvinni a munkát, a harcot, a küzdelmet, a nemes harcot, a hitet megőrizni, hogy majd ott legyünk veled az örök dicsőségben. Amen. Álmomban se gondoltam volna, hogy ez megvalósul. Volt bennünk egy ilyen vágy, de jó lenne. De hát kivitelezni meg, annyi minden próbánk volt, hogy mi ezt kivitelezzük, arra képtelennek éreztük magunkat. A Jóisten adott egy ilyet, mint Kis Ottó, aki szintén álmodott, és az összefogással, és akkor a táborigazgató, meg itt a többiek is, tehát összefogva így lehetett létrehozni ezt, és voltak, akik bátorítottak ebbe, hogy ezt meg kell csinálni. Akkor most boldog van. Hát rendkívüli. Ezt kimondani nem is tudom. Mondom, hogy ma reggel is gondolkozom, ez nem álom. Nemes harcod megharcoltad, futásod véget ért. Gyere, vedd át méltó díjadat a kitartásodért. Én tehát úgy futok, mint aki nem feledi célját. Úgy öklözök, mint aki nem levegőben áll. Hogy a Krisztus hirdetésére alkalmas legyen. Én tehát úgy futok, mint aki nem feledi célját. Úgy öklözök, mint aki nem levegőben áll. Ha nem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem. Hogy a Krisztus hirdetésére alkalmas legyen.